Hello, sziasztok, üdvözlök itt mindenkit, itt Attila, ez pedig a Gamerom csatorna Bannerlord sorozata. És hát figyeljetek, igazából Vlondia maradt egyedül, innentől kezdve már csak rajtunk áll, hogy mikor fogjuk elverni őket, most, hogy nem kell két háborút vívnom egyszerre, vagy hármat, tudjátok. Az egyik birodalom egyik végében, a birodalom egyik végében, meg a másik végében. Arra döntésre jutottam, tehát gondolkoztam itt azon, voltak ilyen több ötletek is, volt, ami tőletek érkezett, volt, ami magam ötlete volt, hogy eljutni a 110. részig például, most ez nem is tudom, hogy pontosan hanyadik rész. A 105. résznél biztos, hogy túl vagyunk. Mindjárt gyorsba ránézek, Bonner. Azt mondja, hogy ez itt kérlek szépen, gyerünk internet. Csattints be neki, ott van, ez a 107. rész. Igazából lehet, hogy 110. részre le tudjuk zárni. Oké, szóval arra gondoltam, hogy ritka, hogy ennyire jól látjuk, hogy az AI mennyire tud jól teljesíteni. Most védelemre vannak bekapcsolva minden igaz. Szóval arra számítok, ja nem, offenzívára raktuk őket. Jó, arra számítok akkor viszont, ha offenzíván vannak, hogy támadni fognak. Fiefseink, hogy vannak elosztva? Klánokat nézzünk. Van mindenkinek kettő, van minimum. Hát az majdnem mindenkinek már lassan három lesz. De mindegy, valószínűleg nem fogunk új nemeseket felvenni, tehát nem gondolnám azt, hogy arra szükségünk lesz. Megnézzük ebben a részben, hogy az AI mennyire fog foglalgatni. Tehát most nézzük meg, mennyi területük van. Azt mondja, hogy van 8 városuk és 6 kastélyuk. 8-6. Így állnak jelenleg Vlandiában. És... most megnézzük, hogy a rész végére hogy fognak állni. Mi meg addig nem tudom. Kovácsolgatunk, meg dolgokat csinálunk. Bár azt hiszem egyébként, hogy nagyon kovácsolni nem fogunk tudni, mert nincs olyan sok nyersanyagom, ami... el van itt egy minőségi baltám. Itt leolvaszthatunk, ez meg az előző, amit elkészítettem. Viszont, ha ide jövünk, kaptam egy olyan információt, hogy nyugodtan csinálhatok magasabb minőségű cuccokat, azzal gyorsabban fejlődök. Swing, cut damage, hát akkor a legnagyobbat kérjük. Csak abból is a legjobbat. Weapon reach. 128 az elég jó. Inkább akkor egy rövidebb botot akarok. Itt meg. És valami ötöset akarunk. Ez lesz. Hosszúság számít? Ennek nem számít a hosszúsága. Hát ez eléggé egy hosszú baltának tűnik. Nem lesz gyors. De akadozgat. Csak én érzékeltem úgy? Pillanatra úgy tűnt. Na mindegy, nyomjad. Igen, -4 sebzés, majd még egy párat el tudunk, ennyit tudtunk elkészíteni, elfáradt a karakterünk. Egyszer jól elkészíti, akkor igazából tök jók vagyunk. Hogy néz ki? Mert ez már egy 10000-es, konkrétan. Így, hát srácok, ez mindenben jobb, mint amilyen. Jó, sebességben meg irányításban nem, tehát lassabb lesz. De ez van. Ez van. Valamit valamiért. Így is, úgy is, még hogyha profi módon készítjük el, akkor is lassabb lesz. És akkor is nehezebben fogjuk irányítani. Viszont ha fejlődik a két kezes képességünk, azt hiszem, ez két kezes képességek alá tartozik, akkor gyorsabbak leszünk, meg ügyesebbek leszünk vele. De azért megpróbálok még egy párat készíteni. Így. Na tényleg látványosabban fejlődünk. Eddig nagyon lassú volt a fejlődés, most viszont gyorsabb. 27000. És ez mindenben jobb, mint amilyen. 22000. Hát... nagyon jó. Úgy né. Ezeket minden is. 72000. Hagyjátok már, a lecraftolt fegyverekkel igazából megloptam a csávót. Hogyha így folytatom ezt a részt, akkor igazából sokat nem fognak haladni az AI harcosaink, mert sok nap nem telik el. Tehát, hogy nem, értitek, ostromnál is, meg amikor megyünk ide-oda és csatákat keresünk, akkor is ugye gyorsan repül azért az idő. Most így azért megállítgatom eléggé gyakran. Nem tudom, mennyit tudunk készíteni. Egy jó párat még el tudunk készíteni, akkor menjen még.
Sok energiába kerül viszont. 22 ezer. Hát igen, itt most nem sikerült jobbat. Viszont így is lenulláztuk a csávót. Hihi, az komoly. És nem is kell lopnunk fegyvereket igazából, vagy így fosztogatnunk így a hulláktól, mert most már annyira erős a fegyverkészítésünk. Kár, hogy páncélt nem lehet készíteni. Ez kicsit sajnálom. Ez jó pofa lenne. Mondjuk tény, hogy exponenciálisan sokkal több mindent kéne berakniuk a páncélokhoz akkor. Tehát, hogy melyik aspektusait tudnád szerkeszteni, értitek, mire gondolok. Mert egy fegyvert még könnyebb lemodellezni, van három része, mondjuk van a penge, a keresztvas, meg a fogó, és akkor még a markolat. És a végén még van még talán egy, nem is tudom azt, hogy hívják, valami, azt hiszem valami dísz, keresztvas dísz talán? Nem emlékszem. Nem ide akartam bejönni. Ide. Na. Egy quality. Nincs? Miből nincs? Oh, nincs több fine steelünk. Hát akkor sajnos ennyi. Úgy tűnik idáig jutunk, és úgy tűnik, hogy a mestermunkálatos fegyverünk marad a legjobb. Amit ki kéne próbálni, nem igaz? Tehát azért meg kéne nézni, hogy hát valakin ki tudjuk próbálni. Csak azért egyébként. Mennyi jászunk van? 58. Kezd elfogadjuk. Ja, ezért 100-ig felvinném. De tudod mit, ennyit nem akarok át. Á, de valaki csak át, kit érdekel. Jó lesz az úgy. 411 max? Max egységgel is vagyok. Ah. Kik vannak nálunk? Azt múltkor már átnéztük. Nem is a minőségi egységek, a minőségteleneket kéne. Vigla recruit. Hát te meg mi vagy? Ja, te leszel az elit katafrat. Asszarály military arch. Ennyi? Ja, ez milíciai egység. Jó, az nem kell nekünk. Milícia szintén, csak battaniai. Ők se kellenek nekünk. Ezeket nem is figyeltem a múltkori alkalommal. Miért nyitod meg ilyenkor? Mamluk soldier, az maradhat. Tribesman. Light archer. Asszarály jut. Az... maradhat igazából. Már igazából 145 lovasunk van, ennyire nem lesz szükségünk. Ezt is leadom. Drive horseman. Ha már értitek, ha már úgyis horse raider, ha már úgyis úgy vagyunk vele, hogy most egy ideig nem feltétlenül harcolunk, akkor igazából van lehetőségem újra fejleszteni a csapatainkat, mint ahogy múltkor is beszéltem már róla. Jó, így le is engedtünk egy párat, azt akkor fel is kapunk valahol. Mizét akarok, birodalmiakat. Na hát egy kastélyt már elfoglaltak. Az alapján, hogy teljesítenek, az alapján meg tudjuk állapítani, hogy akkor a következő három részben, ezen kívüli részekben, mennyi idő alatt fogják befejezni esetleg a háborút. Tehát nem szeretném húzni az időt. Ugye az a célunk, hogy ezt az egész foglalást, az egész világot elfoglaljuk ugye ebbe a végigjátszásba, és nem szeretném húzni az időnket azzal, hogy nem csinálunk semmit, és figyeljük, hogy az AI mit csinálgat. Tény, hogy még mindig azóta sem néztem utána, hogy melyik ilyen mód csomagot, meg módolást szeretném berakni majd ebbe a játékba. Ezt majd most már azért el kéne kezdenem bele foglalkozni. De mindenképp valami olyan, ami tudjátok, így átalakítja az egész játékot. Nem akarok nagyon részletekben módolgatni. Jaj, el kell fogadnunk, jó van. Tehát akkor megkaphatja ő. 1%-kal. 1%-kal az én döntésemmel együtt 1%-kal. Eléggé megosztóak voltak ott a szavazatok. Na, hogy nézzünk ki. Ormafort kastélyát foglalták el. Ó, régi Ormafort. Itt a szorosban, ahol nagyban harcoltunk. Itt csak három seregünk is ott van. Ők mennek erre. Vlandiának szerintem nincs is jelenleg szabad egységei. Szóval itt tényleg nagyjából úgy fog kinézni, hogy értitek. Mennyi időt akarunk vele szórakozni, nem foglaljuk el őket. Ó, egy pillanatra azt hittem, hogy lefogyott a játék. Olyan hirtelen megálltunk itt. Kaleus kastélya. Ez már két kastély, és alig 10 perc se telt el a videóból jóformán.
Ez két kast, 6 kastélyuk van összesen, ha jól emlékszem. Mi meg is nézzük. Nem? Most már csak 4 kastélyuk lesz, ha jól számolgattam a dolgokat. Jó, hát figyelj. Neked akarják adni, neked adják. Úgy, diplomácia. 4 kastély, mondjuk 8 város. A város az egy picit már nehezebb dolog lesz. Azt a Brotherhoodot, őket akarom elintézni. Rajtuk le tudjuk tesztelni az új baltát. Gyere ide, picinyem. Gyere. Miért megyünk ilyen lassan? Herding, már megint herdelünk. Hol vannak az nincs állataink. Miért van a herding? Egy pont csökkentéssel. Hol írja? Forest, snow, herding, ja. Annyira sok lovam lenne, de tudunk vágni lovakat? Technikailag le. Bam. Igen, ezt sose fogom tudni megérteni, hogy a lovak miért számítanak bele a sebességbe. Mindegy. Hát akkor figyeljetek, csak minőségi lovakat tartunk meg. Azokat is levágtuk. Már is sokkal jobb. Majdnem egyen növeltük a sebességünket. Ahogy nem. Most van egy csomó hús nálunk, ha minden igaz. Mi itt? 1020. Szép. Mennyivel mennek? 3,9. Hát, ezzel nem fogjuk meg utolérni őket így. Már lehet, hogy valaki elkapja. Ha? Jó lesz ez így nekünk. Remélem, hogy tudok utasításokat adni az embereimnek. Nagyon jó. Mindenki oda-vissza. Szerencse, mindenkinek tudok parancsokat osztogatni. Menjünk, mi azt használjuk, ezt a baltát, ezt megnézzük. A sebesség kényelmes. Figyeljétek, összehasonlítva ezzel. Szerintem egy picivel lassabb. Egy picivel lassabb, de kényelmes. Mármint értitek, szóval meg tudom szokni, hogy egy minimális szinten lassabb. Vannak fegyverek, amik annyira lassúak, hogy ilyen... Au! Jesus Christ! Hát ő kapta. Miket szúrtok belém? Hopp, az a ló kapta rendesen, tudod mit? Nem baj, ha el is esek ebben az ütközetben, az embereim... meg fognak bosszulni. De kár, hogy mellé ment. A hosszúsága viszont... az lehetne jobb is. Hol vannak az ellenfelek? Felmentek a dodomra. Persze, fogadjunk, ők védekeznek. Ja. Levágtunk egy lovat. Kíváncsi lennék, hogy milyen gyorsan verjük szét a pajzsot, mert amúgy most legalább 4-szer ütöttem bele neki. Mindenki lő neki ilyen. Na... Megmutatom én nektek, hogy kell ezt. Mennyi ijászatok van még. Mondjuk alapvetőleg egyébként ez a bajta, ez inkább amikor gyalog vagyunk, akkor lesz tényleg hatékony. Ugye, ahogy több embert le tudunk vágni lóról, azért szerintem amiatt, mert magasabban ülünk, azért nehezebben fogunk eltalálni több embert. Tehát inkább egy ilyen, az a fegyver, ami a hátunkon van, szállógével rendelkező fegyverünk. Polearm. Az igazán hatékony, mert a hosszúság szerintem sokat számít lóról. Jaj, ne akadj be! Ha,
Ha elég ügyesek vagyunk, le tudjuk vágni az összeset. Az íjászaik fogynának ki a nyilvesszőből. Hopp, szerintem az kettő volt. Legalábbis... Mindjárt kifekszünk. Gyertek mit? De lasságot beküldöm. De sok íjászatok van. Na, megvárjuk a lovasság hagyról annyi lesz. Bemegyünk még egy-kettőt leütni. De messze vannak. Még jó, hogy nem sérülök akkor, hogyha neki megyek a fának. Ez milyen csúnya lenne abba belehalni, hogy neki ütkezek. Szóval a fa miatt nem találnak el. A lovomat eltalálták. Az oké, de az nem számít. Nézzétek, mennyi élete van. Nagyon pacik. Ennyi se, mondjuk 300 méterre voltatok. Fogadjunk, még mindig engem lőnek. Nem, most már valószínűleg nem. Mennyi lovasom van. Jesus Christ, szerencsétlenek. Hát oda se jutok, hogy megöljek még egyet. Hát ez... Ez nagyjából eldölt. Hopp, nem én öltem meg! De én öltem meg. Ott van még egy. Jé, még mennyien vagytok? Na. Levágtunk itt egy-két extrát. Valaki még van? Még egy ott. Gyerünk srácok, megoldva. Valaki lelőtte szerintem. Na, 25-öt levágtunk a 40-ben. Jó erős balta. Megérte csinálgatni. You are my prisoner. Innen nem kell senki, az biztos. Szintlépés. Tribesman. Tudom, itt nem, azokat szeretném inkább. Lovasok. Gyalogság. Íjász. Úgy, jó lesz az úgy. Ó, betörni való fegyverek. Te számítana bármit is egyébként, hogy még be akarok törni fegyvereket. Nézzük, hogy mit csinálnak. Mert amúgy őszintén szóval elvesztem abból, hogy mit csináljunk még. Ez az a szituáció, tudjátok, amikor már az ember annyit háborúzott, hogy most már csak a háborút ismeri. Még mondjuk kereskedhetnénk, meg csinálhatnánk ilyen-olyan dolgokat, tehát meg van hol hova fejlődni a karakterünknek. De most már nem látom sok értelmét. Ó! Jaj, de csecse! Menjünk, szóljunk bele abba a harcba meg. Így is megnyerték volna nélkülünk is, de azért még arra 300 főre azért oda megyünk. Pont többen vagyunk, összesen. Hopp, mindenkit a lovasságra küldtem. Valaki megkérdezte, hogy hogy lehet ráadni, hogy kit támadjon. Nagyon egyszerű, az egyik frissítése jött be egyébként valamikor még 20-30 résszel ezelőtt már szerintem. Ugyanúgy, mint hogy megadod nekik, hogy támadjanak. Csak ránézel a kis ikonjukra, és hogyha ott nyomod meg a támadást, akkor azt fogják próbálni támadni. Az esetek többségében én azt vettem észre, hogy eléggé szabad lelkűen értelmezik ezt a őt támadjuk, tehát nem célszerűen rámennek, hanem mennek, és ha útközben találnak valaki mást, akkor azt lehet, hogy megtámadják azért. Szóval eléggé ilyen fura dolog, viszont mindenképp azért próbálják azt támadni. Ez egy lovasuk. Nem akarnék mondjuk feltétlenül belerohanni a gyalogságukba én elsőként. Szerintem viszont a szálfegyverünk, szélfa fegyverünk, az többet is sebez. Ezt meg átváltak a csomóan. A valóságok azok itt jöttek.
meghalt, meg. Mi védekeznek folyamatosan, ezért a lovukat támadom. Na, ó, levágta az ediket. Hogy világít a föld? Amúgy. Csak én látom úgy? Nem hó, ez lámpa. LED világítás van a csata alatt. Istenem, el is vágták nagy részét az a csapatoknak itt. Na, félre! Ez is megy még egy. Ezt is levágták. Hát, ez ennyi volt. Áj, ilyen birodalom uralkodója már nem élvezheti a háborút. Itt már csak hentelés van. Hát tényleg csak levágjuk az ellenfeleket. Taktikám fejlődött megint. Egyszerűen nincs elég pontom. Ha, prisoner. Vesztettünk valakit? Nem. Akkor nem is fejlesztünk senkit. Vagy nem is veszünk át senkit. Egy dologgal még lehetne javítani azt, hogy egy picit jobban tudjanak ellenállni, hogyha fogom és elengedem a fogjaikat, de... ugye fogjainkat pontosítva, de azt nem szeretném. Szóval most egyelőre még itt megállunk, azt nézelődünk picikét. Szerintem még ebben a részben elfoglalják ugye Sargotot. És most látom, hogy hol vannak még. És nincsenek sehol máshol. Szóval három település. Nagy nehezen négyet is el tudnának. Szóval voltaképpen... Ah, ott két sereg van alapvetőleg. Ez micsoda? Marriage. Na, 18 éves, 20 éves, ez már működő és képesebb házasság. Szóval voltaképpen igazából még... ezen kívül még egy rész, és igazából végeznek. Önmaguktól is. Ezt most nem nézzük végig, mert nincs kedvem. Az remélem nem egy másik házasság volt. Nem, az ugyanaz volt. Csak valamiért még ott volt az üzenet. Hát, ha már ennyien oda mennek, akkor menjünk mi is Sargotnak az ostromához. Ilyet mindjárt meg is nyerik. Ott van az egész gémhalom sereg. Videós találkozó. Vagy nézői találkozó, pontosítva. Kettő emberem belehalt ebbe az ostromba. Szomorú. Téged átveszünk, az kész. Most... páncélokért kapunk? Nem, a fegyverekért. Jó. Érdekes, a Shield and Ranged Weapon-ökért is kapunk. Ja, ezekért is kapunk mind. Jó, ezt nem tudtam, azt hittem, hogy csak ez, vagy ez a ez lehet. Tehát tényleges fegyver, vagy tényleges páncél, nem pedig ez a kettő közötti pajzsok, meg íjak részleg is beleszámít. Valamit akartam, mindegy, nem tudom már mi volt. Menjünk, foglaljunk mi is. Nem, megvárom ténylegesen, hogy alakulnak. Igazából csak megfigyelem őket, hogy mit csinálnak. Ó, egy ezres sereg! Hello! Honnan hozzátok még ezeket a seregeket? Sargotnak, kié legyen. Tjű. Hát neked mondjuk nem annyira sok területed van. Van Lakis, Lagetta, Flintok kastély, meg kastély. Ki mondja, két települése van, meg két kastélya. Ki van egy kastély, két kastély, három, neki négy kastélya van. Aki egy kastély, szerintem neki van egy városa, Penkanok is. Felé tudom egyáltalán érni? Technikailag igen. Érdekes. Minden esetre meghagyom neki, mert nem tudom eldönteni, hogy neki most mennyi települése is van pontosan, mert furán írja a neveket, de szerintem
Szerintem mindegy. De fincsi küzdelem megy ott. Hát így a végére odaértünk. Tudjátok, mint ezt, mivel igen az éjszakára értünk oda, ebbe csak beküldtem az embereimet, hogy engem, hogy megsegítsék őket. Valaki? Vlandian Vanguard. Hoppa, az jöhet. Jaj, fogoly. Na mindegy, megtartjuk. Aztán majd esetleg hát, ha kicsit átalakul később, becsatlakozik hozzánk, amikor rájön, hogy megszűnt a birodalma. Hát értitek így a mindenük. Honnan hoznak össze még ekkora seregeket? 1000 fő. Úgy, hogy nagyon hosszú ideje már verjük őket. Tehát lassan egy éve megy már ez a háború. És ebbe a játékban ez egy nagyon hosszú idő, egy év. Tehát egy évig ritkán háborúzgatnak. Ja, 4 terület meg lesz nekik, ott a negyedik. Ja, nem fosztogatnak. Nem fosztogatnak, csak kifosztották. Ja, akkor smittingeljünk egy picikét. Smitty? Ez van. Szerintem sincs. Akkor trédeljünk egyet. Fa, esetleg. Van, nincs. Ja, de itt van a hardwood. Az jöjjön át. Itt feladunk mindent, ami nem kell. Innen. Innen adunk el. Meg innen. Ezeket mind ki is dobhatnám az embereimnek. Nem is értem, minek gyűjtögetem. Nem is értem, minek foglalkozok ezzel az egésszel. Csak a húsból adjunk, mert nem nagyon sok van belőle. Egy. A Smithyvel még érdekes foglalkozgatni abból a szempontból, hogy... Köszönöm. Hogy még meg tudjuk nézni, hogy még hova tudunk fejlődni vele. Már nem is fejlődni, a fegyverrel inkább, hogy hova tudunk fejlődni. Ez hanyadik sereg? Az negyedik. Folyamatosan kifolyok a szénből. És most Tominából. Hogy vannak jelenleg? 7, 4, 6, 4 lesz. Ó, nem, még 2 rész kell nekik ezen kívül. Lehet, hogy 3 rész alatt befejeznék maguktól. Elkezdünk foglalgatni. Egy rész alatt mi is elfoglalunk 3-at. Hú, nem aludtam, szóval így kicsit fáradt vagyok. Ők ilyet nem kapunk, ilyen fine steel-t. Azt hiszem... Nem, azt nem is bírjuk tudni, nem is tudjuk kovácsolni. Azt gondolom, ki kéne fejlesztenünk még, hogy eljussunk oda. Hát ezt a kovácsolást, azt nagyon nem maxoltam. Ja, ez maxolva is van. Ide nem is tudok menni fókuszpont nélkül, szintet kéne lépnünk. Hát az már valószínűleg nem fog megtörténni. Ó, csak nem csatlakozni akar itt a vlandiai lovag. Menjünk, csatlakozzunk ehhez a csatához itt. Úgyis igazából mindjárt szerintem meg is nyerik. Ja, 170. Megint a végére érünk oda. Lehet, bele se szólok. Csak átjövök ide itt. Itt lakni tudjátok, ahogy elfoglalták. Ez egy érdekes, hogy ha mi csatázunk, akkor az autó ütközettel nagyon gyorsan lemegy az egész ütközet. Ugye nincs, nem telik az idő. Jóformán, ha meg ők harcolnak, akkor meg ugye meg kell, hogy történjen a csata, tehát tényleg folyik a csata. Érdekes, hogy miért nem úgy csinálták meg a készítők, hogy...
És tényleg előbb elábosodtam. Hogy ha az automatikus csatára nyomsz, akkor telik az idő, rendesen, mintha őket látnád ütközni, csak te is ott vagy. Értitek, mire gondolok? Amit akartam. Csak olyan fáradt vagyok, hogy már sem tudom, hogy mit szerettem volna. Jaj, tudom, mit akartam. Ide bejövünk az inventory-be, és hogyha ezt csinálom, így nem adja át nekik. Csak ott hagyjuk a fenébe. Hát voltak éppen, hogy elkapok valakiket, és el tudom verni. Hát azokat nem érjük otthon. Hát azokat nem. Bár ha így mennek. Éhéhé, csúkolt minket. Na, Csarasz városa. Csarasz, te előbb kaptál területet, nem? Te hogy is nem. Tudom, mit ő kapja, mert neki még nincs városa. Valószínűleg szerintem ő vezeti az egyik sereget, és amiatt ő kapja a területeket. Utolértük. És még harcolni is akarnak, tudjátok, hogy lejön mit gyorsan. Nem ez a szándékunk, csak bejönni ide. És akkor itt azt mondani, hogy hát ezek jöhetnek, a többi maradhat. És innen fogom most nem kapunk XP-t. Nem kapunk XP-t. Cseh. Cseh. Nem is értem. A kiosz. Ja, jó volt az, nem? Hú, srácok, szerintem itt lassan be is fejezzük ezt a részt. Úgyis mennyi 4 területet el is foglaltak, mert 8-6 területük van, most már csak 6-4. Ugye? Szépen kiegyenlítették, 2 város, meg 2 kastélyt elfoglaltak. Szóval most egyelőre most itt hagyjuk, mert itt elalszok jó formán mindjárt a gép előtt. Meg, illetve így is nagyon jól haladnak, tehát hogy voltak éppen, ők ha így folytatják, akkor 2 részen belül, de szerintem 3 részen belül ők is megoldják. Ha beszállunk, akkor szerintem, ha nagyon akarjuk, már a következő résznél be tudjuk fejezni. Igazából. Viszont remélem jól szórakoztatok, és remélem csatlakoztok hozzám legközelebb is, addig is pedig nézzetek körbe, ha találtok mást, amit szívesen megnéznétek. Főleg most, hogy ez a sorozat véget fog érni. Aztán ki tudja, hogy mikor kezdek bele a következőbe így a módolt változattal. Illetve az valószínűleg nem fog ennyire hosszú ideig menni, tehát még egyszer nem akarok eljutni ide erre a legvégére. Ez a legvége a játéknak számomra már nem az igazi. Én jobban szeretek abból, tudjátok, kis gyenge vagy, megpofozhatnak, még a banditák is, hogyha nem figyelsz, azt szeretem, az az igazi jó része szerintem. Meg a közepe. A legközelebbi videóig pedig. Sziasztok!